Ódmezővásárhelyen lépett fel Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar. A családok szombaton délután igazi buliba csöppenhettek a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban, ahol fülbemászó dallamok és igényes dalszövegek gondoskodtak a minőségi szórakozásról. Farkasházi Rékának és a Tintanyúl zenekarnak tavaly decemberben jelent meg a Bum Bum című negyedik albuma, amelyet csapásra az év gyermeklemeze lett. A vele járó fonogram díj a formáció elmúlt 10 évi munkásságára tette fel a koronát. A szakmai elismerés pedig kivel mással, mint a közönséggel szerette volna megünnepelni a banda, ezért koncertkörútra indult Vásárhelyi állomással. Olyan műsort, anyagot szerettünk volna összeválogatni, mivel tényleg meg tudjuk szólítani az egész családot, és amivel önfeledten jó nagyot tudunk együtt bulizni, ugyanis sok célkitűzésünk van, az egyik az, hogy a kortárs gyerekverseket népszerűsítsük, megzenésítve is eljuttassuk mindenhova, ahova csak lehet. A másik az, hogy meg tudjuk azt mutatni, hogy a gyerekek és a szülők milyen jól tudnak együtt mulatni. Csillogó tekintetű érdeklődő, sőt kiművelt gyerekek lepték el a Bessenyei Ferenc Művelődési Központ nézőterét. A koncerteket mindenhol ugyanis egy drámapedagógiai óra előzi meg, így volt ez Hódmezővásárhelyen is, ahol a zenekar a Liszt Ferenc Énekzenei Általános Iskola diákjaival találkozott. 2 hete jártunk itt Hódmezővásárhelyen, és sokszor volt már ilyen programban részünk, de azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen nyitott, ilyen helyes gyerekekkel és pedagógusokkal nagyon ritkán lehet találkozni. Úgyhogy meg is jegyeztük a zenekarvezetővel, hogy milyen kár, hogy a mi gyerekeink nem járnak ilyen iskolába, mert itt valamit biztosan nagyon jól csinálnak, mert hogy szabadok, nincs bennük semmilyen gátlás, és hát gyakorlatilag nem volt szinte semmi dolgunk, mert hogy az összes dalt kívülről tudták. Farkasházi Réka hozzátette, koncertjeiken mindig élő zene szól, igényes hangszereléssel és nagyon mai hangzásvilággal, hiszen tudják, óriási felelősségük van abban, milyen lesz a jövő közönsége. A családi bérletnek ez volt az utolsó programja ebben a színházi évadban, a BFMK-ban.